Szeretettel köszöntöm Önöket. Ismét együtt teázunk, és nagyon-nagyon köszönöm, hogy az elmúlt héten annyi e-mailt és telefont kaptam. Önök valóban aktív televíziónézők, és természetesen ezért is van a műsor telefonszáma 0629 340 330, hogy Önök hozzászóljanak a műsorhoz. De nézzük, hogy mit kínálok Önöknek mára. Először a Velünk élő történelem című blokkunkban ismét vendégünk lesz Grüner Miklós, auschwitzi túlélő, akinek talán a munkássága éppen a napokban befejeződhet. Azután nem csak gyűjtőknek sorozatunkban hírt adunk arról, hogy vasútmodell kiállítás lesz, ahol még egy óriási terepasztal is megtekinthető majd. Záróblokkunkban pedig az orosz gyógyító tudások és technológiák címmel K.D. Árpád lesz a vendégem, és a sungitkő csodálatos hatásairól lesz szó, valamint a sugárzásvédelemről, az energiák kószálásáról, és még a tisztánlátás is belefér. Úgyhogy mai műsorunkhoz jó szórakozást kívánok, és ezek után szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Grüner Miklóst. Kedves Miklós, nagyon örülök, hogy ismét tudunk beszélgetni. Köszönöm. Nem véletlenül, hiszen majd egy kicsit boncolgatjuk a végre, most már talán teljes terjedelmében és átdolgozott kiadásban megjelent könyvünket. A könyv elkészült avval, hogy be tudjuk bizonyítani azt, hogy ez a valaki, akire mondja magát, az tulajdonképpen nem felel meg a valóságnak, tehát be lett bizonyítva, ez a könyv most bebizonyítja azt, hogy ennek a valakinek se anyja, se apja, se születésadatai nincsenek, legalábbis 28 év után nem tudtam ezt megtalálni, és az, aki ezt az embert elősegítette, segíti, azok az államfők se tudtak nekem segíteni, vagy talán nem is akartak segíteni abba, hogy kiderüljön az, hogy ki ez az a valaki. A nevét nem lehet említeni, mert ez nem egy létező egyén. A könyv jelen pillanatban angolul jelent meg, The Stolen Identity, azaz az ellopott személyiség. És talán, akik most látják először a mi beszélgetésünket, azok nem igazán értik, hogy miről is van itt szó. Hogy Önök egy kicsit jobban átéljék a helyzetet, szeretnék Önöknek egy rövid bejátszást megmutatni, ami régebbi nagy beszélgetésünkből Könnyű lett a szívem címmel egy 45 perces interjú készült 2013-ban Grüner Miklóssal, és hogy a fájdalmas dolgokat ne kelljen most újraélni, tekintsenek meg most egy rövid részt ebből a beszélgetésből. Ez egy fájdalmas dolog, mert az ember ezt nem tudja elfelejteni, nem is lehet elfelejteni, de utána jött a legfájdalmasabb az egészbe, mikor megtudtuk azt, hogy tulajdonképpen azokat az anyákat, akik hát nem bírtak menni, azokat ugye rögtön a gázkamrába vitték, és az öregeket, akik nem voltak munkára képesek, szóval nem úgy néztek ki, hogy bírtak volna dolgozni, azokat azonnal elgázosították. Ezt második napra rá tudtuk meg, hogy ez történt. Mikor a fürdőbe, úgynevezett fürdőbe kerültünk, azelőtt ugye hát le kellett vetkezni, a hajunkat levágták, és utána be kellett menni a fürdőbe, és utána kaptunk egy ilyen csikos ruhát, és akkor azt mondta a német, azt mondták, hogy bevezényeztek bennünket egy nagy terembe. Nagyon nagy volt az a terem, úgyhogy körülbelül olyan 7-800 ember lehetett ott benne. Hát ugye mindenki kopaszolt, én alig ismertem apámat, mert ő neki bajusza volt. Én az én apámat soha nem láttam bajusz nélkül. Hát nem, hány éves volt akkor, Miklós bácsi? 15 éves voltam akkor. Hát egy kis növésű valaki voltam, nem voltam egy gigantis ember. Szóval ezekhez a körülményekhez én nem voltam megszokva, mert ezt nagyon nehéz elmesélni.
hogy mit érzett az ember, de a probléma akkor kezdődött, mikor bejött a német tiszt, és akkor elmondta nekünk, akkor felállt egy ilyen pódiumra, és mondta, hogy uraim, maguk megérkeztek Auschwitz-Birkenauba, Vernichtungslager, egy ilyen halott Vernichtungslager, nem tudom, hogy mondjam magyarul, kivégző lágerba, ahol itt dolgozni kell, ha nem dolgozik, sajnos akkor nincs lehetősége, hogy tovább fog élni, és utána azt mondta, hogy kérem, nézzenek oda, nézzenek át az ablakon, ott látnak egy tüzet, ebbe a tűzbe égnek azok a dolgok, amit magukkal hoztak a vagonokba, és ebbe a tűzbe égnek a kisgyerekek is, akik ott maradtak. Abba a percbe, hát felzódultak az emberek, és jött be az ömlött egy csomó német katona, és kezdtek verni bennünket. Hát nem volt egy jó dolog, és hát sikerült nekik összeszedni úgy, hogy az embernek nem volt mit csinálni. Hát, többségben voltak, és az ember semmi nélkül, lehet mondani, hát nem volt semmi a kezében, nem tudott mit csinálni. Bevezényeltek bennünket egy fabarokba, és ott ránk zárták az ajtót, és két nap, egy éjjel és két nap ott voltunk, minden nélkül, evés nélkül, és ott tudtuk meg, hogy édesanyámat, öcsémet és testvéremet elégették, akkor nagyon nehéz volt. Na hát ebben valahogy ez valahogy átment, és utána két nap után kéngettek bennünket, és kaptunk kis fekete kávét, vagy nem tudom, hogy mi volt az, és felírták mindenkinek a nevét, és azt kérdezték, hogy ki milyen szakmában van, és akkor azokat félreállították, és akkor ott megkaptunk egy számot, amit beletetováltak a karunkba, és akkor onnan elindítottak bennünket egy másik lágerba, amit úgy hívnak, hogy Monowitz, Buna, ami egy 6 kilométeres hosszú láger volt, és ott dolgoztunk abba a lágerba. És hát tulajdonképpen én annyiba voltam szerencsés, hogy édesapám és a bátyám megmaradt, és én, úgyhogy hárman voltunk a lágerba. Szóval hát mégis ugye közel voltam apámhoz, meg a bátyámhoz, és valahogy ezt tartotta az emberbe valamennyire az életet, és a reményt, hogy hát nem tudtuk, hogy hova kerültünk, és hát ezt valami úton módon meg kell érteni, hát nem lehet másmit csinálni. Akkor jött oda tudomásunkra, hogy körbe vagyunk véve elektromos nagy feszültségű árammal, és hogy az ember közelebb majd, akkor azonnal elég, mint a széndarab, úgyhogy, és de az essek, akik körbe voltak, a posztunkete, a golyószórókkal azt mondták, hogy ahogy közeledünk a kerítéshez, azonnal lőnek. Úgyhogy mindenki tartott, aki nem akart, aki már nem bírta azt az írtózatos fájdalmat és a szenvedést, az csak beunta a szemét és ment a kerítés felé, és megkapta azt a gólt, amit kellett neki, úgyhogy nem engedték az embereket a kerítéshez, mert ott odaragadt volna ahhoz az írtózatos nagy feszültségű áramhoz. Hát ezt kellett megszokni,
mikor volt nekünk a Jom Kippur, az új évünk, sajnos akkor kiszelektáltak apámat, mert kapott egy, feltölt a cipő a lábát, és kapott egy nyirokmirigyulladást, és akkor már nem tudott tovább dolgozni, és akkor kiszelektelték, és elvitték Birkenau-ba belégetni, és mondta nekem, hogy fiam, többet hoztam cigarettával, ne gyere, mert engem már visznek holnap elégetni. Hát én olyan rosszul éreztem magam, és... A könyv története úgy indult, hogy Miklós az édesapjának megígért valamit. Mi volt ez a nagy ígéret? Hát minden esetre az utolsó találkozásom, ami volt az én édesapámmal, és a munka után vittem ezt a cigarettát, és azt mondta nekem, fiam, ne zokogj előttem, menj utadra, egyet fogadjál meg, hogyha felszabadulsz, hogy átéled ezeknek a gyilkosoknak a dolgait, mondd meg a világnak, hogy mit csináltak velünk. Ez nekem állandóan cseng a fülemben, mert ekkor láttam, találkoztam az apámmal utoljára, és sikerült túlélni, de sajnos még én a múltban vagyok, úgyhogy még nem tudtam igazából magamhoz térni, és tulajdonképpen ezt az utat én tovább viszem, hiszen ez már 28 éven bekerült, hogy bebizonyítjam azt, hogy tulajdonképpen, hogy mi is történt velünk, és vannak olyan emberek, akik ezt kihasználták, és pénzt csináltak belőle, sajnos ez tény és való, ez ebben benne vannak úgy a zsidók, mint a gentilok, üzlet az üzlet, és bebizonyítani azt, hogy ezek az üzletek, ezek az emberek profitálnak a holokauszból, másoknak a szentségére, hát ezt bebizonyítani. Na de hogy mit kell bebizonyítani, mert még azt nem tudják most a nézők, hogy ugye amit az édesapjának ígért, az úgy kezdődött itt, hogy meg kellett keresnie egy embert, akinek hálás. Igen, igen. Voltak. Természetes, hogy az én életem függ attól is, hogy az én barátom, aki barátom apámnak, a bátyámnak, és nekem úgynevezett, nekem volt barátom, az segített ahhoz, hogy én túléltem ezt a rémességet, és minden esetre ennek az embernek az úgynevezett Lázár Vizelnek köszönhetem az én életemet. Megtörtént az a helyzet, hogy fel lettem hívva, hogy ismertes, hogy találjam meg megint azt a 41 év után azt a barátomat, akinek meg szeretném köszönni azt, hogy megmentette az életemet. És erre a találkára meghívtak, és egy bizonyos személy jelentkezett, és állította azt, hogy ő az én barátom, amiben én nem láttam az én barátomat, nem tudtam felismerni az én barátomat, és ez történt 1986. december 14-én, amit én jelentettem, sajnos ez nem az én barátom, ez az ember, nem ismerem, soha nem is láttam. Ő is ugyanazt mondta, hogy ő nem ismer engem, nem látott. Ezzel befejeződött ez a találka, és ettől kezdve én keresem azt, hogy ki is az az ember, aki engem felkeresett, és akarta, hogy én felismerjem benne az én barátomat. Tehát Lázár Vízellel nem sikerült találkozni, viszont tehát, egy másik nevű ember, igen, állította magáról, hogy ő az. Hogy ő az, és nekem sajnos 28 évenbe került bebizonyítani azt, hogy ez az ember egyáltalán semmi köze nincs Auschwitzhoz, semmi köze nincs a haláltáborhoz, a tetováláshoz, amit ő mondja, hogy a karjában van, hisz bebizonyosodott most, hogy két apja van, négy születésnapja van, anyakönyvi kivonata nincs, amit ő mond, hogy Magyarországra deportálva, ez nem felel meg a valóságnak,
a magyar hatóság se tudja bizonyítani, hogy ez egy magyar, valaha magyar állampolgár volt, de nekem sajnos egy nagy problémát okozott, mert hisz az egész világ azt mondja, hogy a magyar hatóság azt mondja, hogy ez magyar, és sajnos ezt legyőzni nekem nagyon nehéz volt. Hogy jutott hozzá dokumentumokhoz? Mit csinált, miket keresett? Mi ment keresztül? A dokumentumokat sajnos eltüntették tőlem, hogy ne tudjam felfedezni azt, és tulajdonképpen ez az ember, akinek ő mondja magát, hogy volt egy apja, vagyis van egy apja, akivel együtt volt, hát ennek az úgynevezett valakinek az apja, nem tudom mondani a nevét, mert ez az ember nem létezik, ez csak egy reklámnév, és ezért is nagyon nehéz volt. Mit gondol valakik, megcsinálták ezt az embert, vagy hogy? Létrehoztak egy nevet, egy fantáziai nevet, aminek adtak egy embert, egy testet, egy valakit. Ki volt, ki az, és ez a valaki, az sajnos senki nem tudja, de minden esetre ennek a valakinek az úgynevezett apja, hát azt lehet mondani, hogy Slomo Wiesel, ennek az apja meghalt 1943-ban Magyarországon. Tehát még a deportálások előtt? Volt a munkatáborban az öccsével. És ezt ennek a Salomon Wiesel-nek az unoka testvére jelentette a Yad Vashem-be 1957-ben, hogy ő meghalt 1943-ban. Ezt a papírt tőlem eltították, szóval nem tudtam megtalálni. Majd végén most 2014-ben sikerült valami fantasztikus módon megszerezni, és akkor tűnt ki az, hogy tulajdonképpen az ember soha nem volt egy koncentrációs táborban, és az is előjött most már, hogy ez az úgynevezett, ez a valaki, aki mondja magáról azt, hogy ő Lázár Wiesel, vagy másképpen hívja magát, az egyedül beadott egy beadványt a Yad Vashem-be, Izraelbe, Jerusalemba, hogy ő 2004-be, hogy az ő apja meghalt Buchenwaldba. Tehát itt ellentmondások vannak, és ez kézenfogható ellenmondás. Most már lehet mondani, hogy az ember nem az az ember, akinek mondja magát, és azok az államfők, akik tulajdonképpen segítették ezt az embert, hogy eddig tudott élni ebben a hamis névvel, és jó anyagi viszonyokban élt. Tehát tulajdonképpen az egész világot. Az egész világot bebolondították, és most kell, hogy feleljenek ezért, amit tettek velünk, a magyar zsidókkal. Lehet mondani, nagyon közel 640 ezer magyar zsidót küldtek a halálba. Akkor nézzük meg, hogy mert ön azért levelezésben áll mind a magyar minisztériumokkal, mint pedig látom, hogy elég sok helyre elküldte. Ma adtam le egy példányt ebből a könyvből, az Honorable Prime Minister Hungary Viktor Orbán úrnak, utána kapott Angela Merkel, kapott az Honorable Barack Obama, kapott ebből Netanyahu, az izraeli prime minister, kapott Donald Tusk, a lengyel miniszter, és hát most... És még munkában van, ahogy látom, tehát nem fejeződött be teljesen az Hát igen, még szeretnék legalább egy 25 különböző névnek elküldeni ezt a példányból. És a könyvből is. És most már ugye a könyv piacra mehet, a közönség megvásárolhatja a könyvet, jelenleg angolul jelenik meg, utána jön a magyar és a többi nyelvek. De szívesen venni, ha esetleg valamelyik kiadó nagyon magyarul megjelentetné, aki segítene ebben ennek a... Meddig tart a könyv? Hol van most a könyvnek vége? Hát a könyv jelenleg 361 oldalból áll,
de mire kész lesz, mint ezek a részek, amik még hozzájöttek, hát körülbelül 400 oldalt fog képezni. És a 28 évet öleli át, amióta ön ezeket a kutatásokat végzi. 28 évre tartott az életemnek 28 évet, és ami a természetes, ami ebbe került, hát rengeteg pénzbe került, de itt nem is a pénz, és nem is a munka, ami a legfontosabb, az, hogy legyen már vége ennek a gyűlöletnek, és ennek a rémes dolog, mert ezt meg lehet érteni, hogy senki nem akart részt venni ebbe, és húzózkodott. De most már itt van az igazság, most már nem kell hazudozni, hanem ez megtörtént velünk, fogjunk össze, kéz a kézbe, és menjünk tovább az életbe. Nem mi rólunk már nincs szó, mert mi már az utolsókat járjuk. A következő generációról van szó, maradjon egybe a magyar nép, legyen már egység, legyen már öröm az életbe, ez a kis, ami van, hát egy ember nem él akármeddig, valahogy össze kéne hozni, hogy az emberek bízzanak egyik a másikába. Hát ez nagyon szépen köszönöm, Miklós. Ezt szeretném én. És ezt nevezem én valóban optimizmusnak és életszeretetnek és emberszeretetnek, ahogy Miklós ezt az egészet túlélte, és utána még küldetésként létrehozta ezt a könyvet is. Kérem önöktől, hogy aki a múltkori hosszú beszélgetésünket szeretné megtekinteni, az a YouTube-on megtalálja, a keresőbe be kell írni, hogy te a Glóriával, a dátum 2013. 11. hó 27. Tekintsék meg, nagyon szép, nagyon mély a beszélgetés. Akik úgy érzik, hogy segíteni tudnának a könyv magyar nyelvű kiadásában, azoknak a jelentkezését szeretettel várjuk. A hívható telefonszáma megszokott műsorszámunk 06 20 9 340 330. És még egyszer, Miklós, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm, hogy megtetszett hívni. Köszönöm szépen.